Köszöntöm a nézőket, ez a Pannon Televízió fél hatos híradója, Friedrich Gertrud vagyok. Április 3-a van, a Budák és a Richárdok ünneplik névnapjukat. Műsorunk kezdetén érkezzenek a nap kiemelt hírei, először csak egy-egy mondatban. Szerbia választ, köztársasági parlamenti és elnök választást tartanak az országban. Egyes helyeken önkormányzati szavazás is van. Magyarországon is szavaznak, kiderül az országgyűlés következő 4 éves összetétele. Továbbra is javulóban vannak a járványügyi adatok Szerbiában, ezer alá csökkent a napi esetszám. A jövő hét közepéig tart a változékony időjárás térségünkben, utána jön a felmelegedés. Köztársasági elnöki, köztársasági parlamenti és egyes helyeken, köztük a fővárosban is helyi önkormányzati választásokat tartanak Szerbiában. Valamivel több mint 6.500.000 szerbiai állampolgár jogosult a voksolásra. Összesen 8.255 választóhelyen, köztük 29 büntetés végrehajtási intézményben zajlik ma a szavazás. A szavazóhelyek reggel 7 órakor nyitottak és este 8 óráig tartanak nyitva. A köztársasági elnök választáson 8 jelölt indult, illetve 19 parlamenti lista közül választhatnak a szavazók. A köztársasági választási bizottságnak a szavazóhelyek bezárását követő 96 órában, azaz csütörtök este 8 óráig közzé kell tennie a végeredményt. Rögtön kapcsolunk a híradó elején Belgrádba Pető Attilához, aki beszámol a legfrissebb részvételi adatokról a szerbiai választások kapcsán. Attila, szervusz, tiéd a szó. Szervusz Gertrud, köszöntöm a híradó nézőit. Nos, a 4 órási keresztmetszetet, tehát a 4 órási adatokkal tudok szolgálni, tehát azokat tudom elmondani. Az Országos Választási Bizottság nemrég hozta nyilvánosságra egyébként ezeket az adatokat. Ezek szerint délután 4 óráig az országban a lakosok 41,56%-a járult az urnák elé. Vajdaság továbbra is a legerősebb, ott 44%-uk a szavazópolgároknak adta le a voksát mostanra. Őket pedig Nyugat-Szerbia követi, Nyugat-Szerbia erősödött. Már mostanra már ugye a 43%-ot közelíti a részvételi arány. Dél- és Kelet-Szerbiában pedig szintén 42% fölé húzott a részvételi arány, tehát ők sincsenek annyira lemaradva. Ami Vajdaságot illeti, Újvidéken például a 4 óráig körül 43,5%-a vonult urnák elé a polgároknak, Nagybecskereken pedig például 44,5%-uk adta le a voksokat. Belgrádban ugye helyi önkormányzati választásokat is tartanak, itt 1.600.000 polgár adhatja a voksát, amit láthatják, itt vagyunk Vracsáron, egy Vracsár városrészben, egy szavazóhelyen, ahol folyamatosan érkeznek a szavazni vágyó polgárok, a szavazatukat leadó polgárok. 38,5%-os részvételi arányokról beszélhetünk, 4 órát bezárólag, ezt az Országos Választási Bizottság hozta nyilvánosságra ezeket az adatokat, és ami a szavazóhelyeket illeti, még körülbelül 2,5 órájuk maradt a polgároknak arra, hogy ugye leadják a voksukat, tehát 8 órakor bezárnak majd a szavazóhelyek, és innentől fogom már majd elkezdődik a szavazatszámlálás, illetve azt követően hamarosan majd az előzetes eredmények is nyilvánosságra lesznek hozva. Pető Attila Belgrádból, köszönjük szépen! Újvidéken a választópolgárok 207 szavazóhelyen járulhatnak az urnák elé. A délelőtti órákban rendben megnyitottak a szavazóhelyek a településen. Stábunk a telepváros részben forgatott. Újvidéken, a Déltelephelyi közösségben pontosan 7 órakor megnyíltak a szavazóhelyek. Már akkor a reggeli órákban nagy számban járultak a választópolgárok az urnák elé. A 3 szavazóhelyen közel 5500-an adhatják le voksukat. Na mom imam 1576 biračko 35 trenutno sad upisanih. To za parlamentarne? I za parlamentarne i za predsjedničke. Zvanično sad proverio u biračkom spisku. A szomszédos 33-as szavazóhelyen délelőtt egy kisebb incidensre került sor, amikor a Helyi Front nevű szervezet megfigyelőjét a szavazóbizottság elnöke megakadályozta, hogy bejusson a szavazóhelyre. Pozvali smo policiju odmah, policija je u zapisnik unela sve ovo. A reggeli órákban többnyire az idősebb korosztály járult az urnák elé ezen az újvidéki szavazóhelyen.
Önök mennyire éltek így a szavazati jogaikkal, mennyire rendszeresen jártak szavazni? Hát ezt rendszeresen jártunk, meg is voltunk elégedve. A József Attila általános iskolában is három helyen élhettek a választópolgárok a szavazati jogukkal. Важно да граѓани бирају, тоа е демократски да бирају. Кад бирају, тоа е онда, значи да овај одлучују о својот живот, о својот будуќност. Szavazni érvényes személyazonosító okmánnyal is lehet, nem muszáj felmutatnunk a postán kapott szavazási értesítőt. Magyar Kanizsán rendben zajlott a szavazás napközben. A szavazóhelyek a község területén reggel 7 órakor fennakadás nélkül megnyitottak. Magyar Kanizsa községben 35 választóhelyen adhatják le voksaikat a községbeli polgárok, köztük itt a Magyar Kanizsai Knesa Oktatási és Művelődési Intézményben is, ahol közel 1000 polgár jogosult arra, hogy leadja szavazatát a mai nap folyamán. Sokan éltek a szavazati jogukkal Magyar Kanizsán is, elsősorban az idősebb korosztály tagjai voksoltak. Kötelességünk még hát úgy jog is, hogy annyira, amennyire egy pici kis ráhatással legyünk így az élet alakulására. A szavazók többsége szinte minden szavazáson részt vesz. Még mindig eljöttem, nekem ez nagyon fontos. Az egész népünknek, én azt hiszem, akinek esze van ebben az országban, az leszavaz. Szerintem azon túl, hogy állampolgári kötelezettség, úgy hiszem, hogy mindannyiunk véleménye egy kicsit hozzájárul ahhoz, hogy a jó irányt vegye fel a társadalom, az ország. Magyar Kanizsa községben is 20 óráig várják a szavazópolgárokat. Most pedig lássuk, hogyan zajlik a voksolás egy szabadkai választókörzetben. Kapcsolunk a Szabadkai Majsai úti általános iskolába Mészáros Györgyhöz. Szia Gyuri, mit tapasztalsz ezen a választóhelyen? Köszöntöm a nézőket, szervusz! Nos, itt a Szabadkai Majsai úti általános iskolában 3 szavazóhelyet alakítottak ki, és délután 5 óráig nagyjából a választópolgároknak a 45%-a járult az urnák elé. A szavazatszedő bizottság tagjainak becslése szerint az este 8 órai urnazárásig nagyjából meg lett az 58-59%-os részvételi arány. Folyamatosan érkeznek ide a választópolgárok, és hogy mennyire magukénak és szívügyüknek tekintik az emberek a mostani választásokat, az abból is látszik, hogy minden korosztály képviselteti magát, tehát az éppen csak nagykorúságokat betöltött személyektől kezdve az egészen a nyugdíjas korosztályig mindenki jön és leadja a voksát. Sokan családostól érkeznek és szavaznak a parlamenti, illetve az elnök választásokon. Tehát este 8 óráig itt is leadható a szavazat, itt a vasutas helyi közösség lakói jönnek el a Majsai úti általános iskolába, tehát este 8 óráig éljenek a szavazati jogukkal, és jöjjenek el minél tömegesebben. Mészáros György, köszönjük szépen! Reggel óta több szavazóhelyen jegyzett szabálytalanságot a szabad választásokért és demokráciáért központ a köztársasági elnöki és parlamenti választásokon. 40 szavazóhelyen nem a megfelelő urnába dobták be a szavazó cédulákat, 16 szavazóhelyen családi szavazással próbálkoztak. Emellett 6 szavazóhelyen különféle eljárási hibákat figyeltek meg. Például nem használták a sprayt, nem ellenőrizték a személyes dokumentumokat, nem tartották be az eljárási sorrendet. 11 helyszínen veszélyeztették a szavazás titkosságát a szavazólapok és a szavazási folyamat lefényképezésével. Párhuzamos nyilvántartás vezetésére is fényderítettek Újvidéken, Kovinban, Zimonyban, Úpázován, Apatinban és egy szabadkai szavazóhelyen. A megfigyelők kisebb incidenseknek, verbális összetűzéseknek is tanúi voltak. Több esetben rövid időre meg kellett szakítani a szavazást. Vladimir Dmitrijevics, a köztársasági választási bizottság elnöke közleményében elmondta, hogy ők még nem kapták meg ezeket az információkat a megfigyelőktől. Hozzátette, a szavazás tisztességes és demokratikus légkörben folyik. Értesüléseik szerint nagyobb szabálytalanságok nem történtek.
A szerbiai államfő és köztársasági parlamenti választáson a legtöbb politikus már a délelőtti órákban élt állampolgári kötelezettségével. A legtöbben saját településükön szavaztak. Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke már a reggeli órákban az urnák elé járult noszán és leadta szavazatát az előrehozott szerbiai parlamenti választásokon. Alekszandar Vučić, a szerb haladó párt államfőjelöltje, valamivel 8 óra előtt Új-Belgrádban voksolt. Ana Brnabić, etigi szerb kormányfő, az SHP alelnöke, a 34-es szavazóhelyen a belgrádi tervezői iskola épületében szavazott. Az urnanyitást követően nem sokkal Ivica Dačić, a szerbiai szocialista párt elnöke és listavezetője is az urnák elé járult Új-Belgrádban, majd leadta szavazatát. Igor Mirović, a tartományi kormány elnöke Kamenicán élt választójogával és vett részt a kétszintű szerbiai választáson. 20 perccel 9 óra után voksolt dr. Pásztor Bálint Szabadkán. A 62-es szavazóhelyen a Kisradonovácz-helyi közösségben adta le voksát a Vajdasági Magyar Szövetség listavezetője. Zdravko Ponoš elnökjelölt is leadta szavazatát a szerbiai választáson a délelőtti órákban. Az ellenzéki Együtt Szerbia győzelmért koalíció jelöltje valamivel 9 óra után érkezett meg a belgrádi Vračar községben lévő Svetozar Marković általános iskolában található 55-ös választóhelyre. Marinika Tepić, az Együtt Szerbia győzelmért listavezetője egyedül érkezett a szavazóhelyre. Voksát Újvidéken a Szonya Marinković helyi közösségben adta le. Vojislav Šešelj otthonában szavazott. A szerb radikális párt elnöke egészségügyi okokra hivatkozva Mozgornába adta le voksát Batajnicán. Nem csak Szerbia területén folyik ma a szerb elnök és parlamenti voksolás, több száz Magyarországon tartózkodó szerb állampolgár jelezte, hogy részt venne a szavazáson. Ezt kizárólag Budapesten a Szerb Köztársaság nagykövetségén tehetik meg este 8 óráig. A délelőtti órákban egymás után érkeztek a szavazati jogukkal élni kívánó szerb állampolgárok. 432 Magyarországon tartózkodó szerb állampolgár jelezte, hogy voksolni szeretne a szerbiai parlamenti választásokon. Hogy ezt megtehessék, Budapesten március közepéig kellett jelezniük a Szerb Köztársaság nagykövetségén a magyar fővárosban. Stábunk ma délelőtt 10-kor forgatott a helyszínen, addigra mintegy 60-an éltek a szavazati jogukkal. A szerbiai választásokon természetesen nem csak az országban élő állampolgárok voksolhatnak, hanem azok a szerbiai állampolgárok is, akik külföldön élnek, vagy a szavazás napján, azaz ma külföldön tartózkodnak. Azok a szerbiai állampolgárok, akik Magyarországon élnek, vagy Magyarországon tartózkodnak ma, Budapesten a mögöttem látható Szerbia Köztársaság nagykövetségen adhatják le voksukat. Ugri Mónika vajdasági származású, kettős szerb-magyar állampolgár, Szegeden tanul, onnan utazott ma Budapestre, hogy leadja szavazatát a szerbiai parlamenti választásokon. Az a szülőhazám Szerbia, és a szüleim is ott telepedtek le annó, így őket is szeretném ezzel ösztönözni arra, hogy menjenek szavazni, illetve a fiatalokat is. Vladan Gačić a hétvégét tölti Magyarországon, a voksolásról ő sem feledkezett meg. Imali smo posao danas ovde u Budimpešti i onda da ne bi izgubili svoje pravo koje imamo kao građani Srbije, uz pomoć ambasadora dobili smo dozvolu da glasamo u ambasadi Srbije koja se nalazi u Budimpešti. Svoju sudbinu uzeti u svoje ruke, ne dozvoliti da drugi odlučuju o vama. To je ono najvažnije. Zato dolazimo da glasamo. Alekszandar Lončarević, a budapesti szerb nagykövetség munkatársa, a választási bizottság elnöke kiemelte, a voksolás a szerbiai szabályok szerint zajlik, több mint 400 szerb állampolgár jelezte voksolási szándékát. Glasači koji su se prijavili u ambasadi Srbije su uglavnom ljudi koji po nekom osnovu borave u Mađarskoj, da li je to po pitanju zaposlenja, da li je to po pitanju školovanja, da li je to po pitanju školovanja nekom univerziteta. U dosadašnjem periodu glasanje protiče u najboljem redu i nadamo se da će tako ostati do zatvaranja biračkog mesta u 20 časova.
A Magyarországon tartózkodó szerb állampolgárok kizárólag a Budapesten található nagykövetségen adhatták le voksukat a szerbiai parlamenti választásokra, a szerbiai szabályokhoz igazodva. Magyarország is szavaz ma. Országgyűlési választásokat tartanak az országban, és népszavazás is van. Reggel 6 órakor kezdődött meg a voksolás. A választópolgárok több mint 10 000 szavazókörben dönthetnek az országgyűlési képviselőkről és a gyermekvédelmi népszavazáson. Filip Sámuel szerint a szavazáson való részvétel egy alapvető kötelezettség, amivel minden választópolgárnak élnie kell. Azt gondolom, hogy ez egy alapvető emberi jog, és ha valaki ezzel nem él, akkor minek van itt? Talán ez a pont, ahol az ember úgy érzi, hogy egy kis hatással van a mindennapi életre, meg egy kicsit beleszólhat a politikába, részese lett a politikának az, hogy szavaz. Szerintem ez az egyetlen ilyen. Csapó Ida már 18 éves kora óta minden magyarországi szavazáson részt vesz, szerint ezzel a lakosok is beleszólhatnak nem csak a mindennapi élet történéseibe, hanem a politikai életbe is. Mindig elmegyek szavazni, mert azt gondolom, hogy legalább ennyiben befolyásolni tudom a politikát. Az általunk meglátogatott szavazóhelyiségek mindegyikében rendben lezajlott az urnanyitás, és zökkenőmentesen folyt a szavazás a délelőtti órákban. Ennek részleteit a 23. szavazókör szavazatszámláló bizottságának elnöke, Gárdonyiné Balog Éva ismertette. Minden rendben zajlott le, tehát minden a kiírások pontosan meg voltak jelölve, hogy melyik teremben, melyik körzetnek kell menni szavazni. A felkészülésbe, ami a megnyitást, illetve minden zavartalanul menjen, bocsánat, ott se volt semmilyen fennakadás. Magyarországon reggel 6 órakor megnyitottak a szavazóhelyiségek, nem történt ez másként Budapesten sem. A szavazó polgárok az országgyűlési képviselőkről döntenek, illetve népszavazást is tartanak ezzel egy időben. A 6. kerületi Kölcsey Ferenc gimnáziumban a délelőtt folyamán rendben, incidensek nélkül zajlott a szavazás 3 szavazókörben. Lássuk a legfrissebbeket Magyarországról, kapcsolunk Budapestre Bíró Tamarához. Szervusz Tamara, mik a legfrissebb adatok a magyarországgyűlési választáson, illetve meddig lehet szavazni? Szia Gertrud, köszöntöm a Pannon Televízió nézőit. Magyarországon a legutóbbi 15 órai részvételi adatok szerint a magyarországi országgyűlési képviselő választáson a választópolgárok több mint fele már szavazott, ez pontosan 52,75%-ot jelent, míg a gyermekvédelmi népszavazáson eddig 52,18%-nyian járultak az urnák elé és vettek részt a népszavazáson. Egyébként itt reggel 6 órakor, mint az előző bejátszásban is elhangzott, megnyitottak az urnák, és rendben zajlott a szavazás. Komolyabb incidensről, fennakadásról továbbra sem tudunk, erről továbbra sem érkeztek hírek. Ami fontos, hogy itt este 7 óráig lehet szavazni, tehát aki még nem tette meg, az 19 óráig elmehet szavazni, és hogyha este 7 óráig odaér az adott szavazókörbe, szavazóhelyre, akkor még leadhatja voksát. Egyébként mi már itt vagyunk a Nemzeti Választási Iroda előtt, ahová hamarosan bemegyünk, és a továbbiakban majd innen követjük a részvételi adatokat, illetve később a részeredményeket, és erről majd a későbbi híradásainkban, a híradóban és a választási műsorunkban is beszámolunk. Bíró Tamarának köszönjük szépen! A magyarországi politikusok, közéleti személyek közül is többen már a délelőtti órákban szavaztak. Lássuk, hol adták le voksaikat. Valamivel 8 óra után érkezett szavazni Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke, a Fidesz elnöke feleségével, Lévai Anikóval voksolt a magyar országgyűlési választásokon a budapesti Zugligeti Általános Iskolában található szavazóhelyen. 11:30 után adta le voksát Márki-Zay Péter, a magyarországi ellenzéki pártok egy részének közös miniszterelnök jelöltje, családjával érkezett a Hódmezővásárhelyi szavazókörbe, és élt állampolgári kötelezettségével. Áder János Magyarország köztársasági elnöke felesége kíséretében adta le szavazatát. Nem sokkal 10 óra előtt ugyanott voksolt, ahol Orbán Viktor és felesége, Budapesten a Zugligeti Általános Iskolában.
A megválasztott magyar köztársasági elnök a szegedi születésű Novák Katalin első szavazókorú fiával adta le szavazatát Budapest 11. kerületének 42-es számú szavazókörében. Szijjártó Péter Dunakeszin voksolt, Magyarország külgazdasági és külügyminisztere családja társaságában adta le szavazatát az országgyűlési választáson és a gyermekvédelmi népszavazáson. Potápi Árpád János is az urnák elé járolt délelőtt. A magyar nemzetpolitikai államtitkár Bonyhádon tett eleget állampolgári kötelezettségének. A magyar miniszterelnök helyettes Budapesten szavazott. Semjén Zsolt felesége és édesanyja társaságában adta le voksát a fővárosi II. Rákóczi Ferenc gimnáziumban. Szerbiában két helyen lehetett voksolni a Magyarország gyűlési választáson. Az egyik szavazóhely Magyarország belgrádi nagykövetsége volt, a másik pedig Szabadka, a főkonzulátus épülete. Utóbbi helyszínre 1031 választót vártak, akik átjelentkeztek. A 84 éves Garaba Petronella az elsők között adta le szavazatát Magyarország szabadkai főkonzulátusán. Ez nekem nagyon fontos, mert olyan sok szépet és jót kapunk, akkor mink is adjuk valamit. A szavazók két urnába helyezhetik el szavazataikat. Egy kis történelemmel kezdem, ha már itt tartunk. Szüleim ezelőtt 70 évvel kényszerből mentek szavazni, mi már nem. Mi azért jöttünk szavazni, mert most nem csak szavazunk, hanem most választhatunk is. A szavazás feltétele minden esetben, hogy a voksolók a személyazonosságukat igazolják személyazonosító igazolvánnyal, útlevéllel vagy vezetői engedéllyel. Ma reggel 6 órakor megnyitottuk a szavazókört. 22 kollégával fogadjuk az ide bejelentkezett 1031 választópolgárt. A választópolgárok 3 fülkében tölthetik ki szavazataikat. A levélszavazatokat a mai napon még le lehet adni, ugyanis az urnákat este 7 órakor zárják. Lássuk most a friss adatokat a konzulátusról, kapcsolunk Bartos Bellához. Szia Bella, hányan járultak az urnák elé eddig, illetve rendben zajlik-e a szavazás? Szervusz Gertrud, köszöntöm a nézőket. Tehát reggel 6-kor rendben megnyíltak az urnák, és a nap folyamán sem voltak fennakadások, minden rendben zajlott. Egyébként itt a reggeli órákban a konzulátus előtt kisebb sor is kialakult, hiszen annyian jöttek, hogy leadják szavazataikat. Az 1031 szavazó 85%-a már ezt meg is tette, de aki még nem tette meg, annak este 7 óráig lehetősége van rá. Személyigazolvánnyal, útlevéllel, illetve vezetői engedéllyel is igazolhatja magát, aki szeretne szavazni. A levélszavazatokat is a mai nap folyamán még várják, tehát este 7 óráig, aki még nem szavazott, nem adta le a levélszavazatait, az megteheti. A szó a stúdióé. Bella, köszönjük neked is a jelentkezést. Különleges választási műsorral jelentkezik este a Pannon Televízión. Párhuzamosan követhetik nálunk a szerbiai parlamenti és elnöki, valamint a magyarországi országgyűlési választások minden fontosabb mozzanatát. Élő kapcsolások, tudósítások, elemzők, szakértők színesítik majd műsorunkat. Nézzenek minket a 20 órai híradót követően. A Pannon Rádióban a szavazás estéjén fél óránként hallhatnak hírösszefoglalókat, míg a Szabadkai Magyar Rádióban a hírműsorok mellett választási műsorral is várják a hallgatókat. Honlapunk a pannonrtv.com pedig percenként frissülő hírfolyammal várja a tájékozódni vágyókat. Folyamatos volt az áthaladás vasárnap délután mindegyik szerb-magyar határátkelőhelyen. A polisz.hu és a közösségi oldalak határfigyelő csoportjainak bejegyzései szerint sehol sincs 15 percet meghaladó várakozási idő. A Horgos-Röszke autópálya átkelőn is legfeljebb fél óra a veszteglés. A magyar oldalon pedig a szokásosnál valamivel több sorban folyik a ki- és beléptetés. Ma a Királyhalom, Ásotthalom, a Rasztina, Bács-Szentgyörgy, a Bajmok, Bács-Almás, a Horgos-Röszke, a Gyála, a Tisza-sziget és a Rábé-Kübekháza kis határforgalmi közúti átkelők hosszabbított nyitvatartással este 8 óráig üzemelnek.
Az új gyógyszerlistán szereplő gyógyszerek és a 9 komponensű HPV elleni védőoltás már május végén elérhető lesz a szerbiai polgárok számára. Az említett vakcinát állami költségen biztosítják majd a 9 év feletti lányoknak és fiúknak a kötelező és az ajánlott immunizációról szóló szabályzatnak megfelelően. A köztársasági egészségbiztosítási alap igazgatója Szanya Radojevic Škodrić elmondta, a betegek számára a világ legkorszerűbb gyógyszereit biztosítják az állam költségén, például a cukorbetegség, a hepatitis C, a multiplex szklerózis gyógyítására, emellett különféle daganatos betegségek kezelésére is, mint a vastagbélrák, a mellrák és a veserák. 993 új koronavírus fertőzöttet azonosítottak Szerbiában az utóbbi 24 órában az elvégzett több mint 7700 tesztből. Elhunyt újabb 7 beteg, ezzel a járvány megjelenése óta 15.825-re nőtt a fertőzés szövődményeiben elhunytak száma Szerbiában. 670 beteget ápolnak kórházban, 30-an szorulnak mesterséges lélegeztetésre. Nézzük a híradó további témáit. Az időjárás ismét rányomta bélyegét az idei gyümölcstermesztésre, mondják a termelők. Tavaszváró műhelymunkát és játszóházat tartottak Tisza-Kálmán falván. A 39. napja folyik az orosz-ukrán háború. Vasárnap reggel az orosz erők több rakétát lőttek ki Odesszára. A Fekete-tenger partján fekvő kikötővárosban találat ért egy olajfinomítót, amely kigyulladt. A régió önkormányzatának szóvivője elmondta, a város kritikus infrastrukturális létesítményeinek egyikét érte találat. Nem hivatalos értesülések szerint személyi sérülés vagy haláleset nem történt. Folytatódik az orosz gáz szállítása Európába Ukrajnán keresztül, erről tájékoztat az orosz Gazprom gázipari vállalat szóvivője. Az európai fogyasztók kérésének értelmében 108,4 millió köbméter gázt juttatnak a kontinensre április 3-án, pontosította a szóvivő. Az időjárás ismét rányomta bélyegét az idei gyümölcs termesztésre. Megérkezett a várva várt eső, ugyanakkor lényegesen többre lenne szükség. A Szabadka környéki termesztők nem csak a gyenge hozam, de a munkaerőhiány miatt is aggódnak. A tavalyi fagykár miatt a termőrügyeknek idén nem sikerült kifejlődniük a vajdasági gyümölcsösökben. Így a gazdák aggódnak, hogy az idei évben a fákon nem lesz megfelelő számú virág. Tavaly előtt is tehát fagykáról beszéltünk, el voltunk keseredve, hogy így nem lesz alma, úgy nem lesz alma. Végül lett. Nem voltak rekordtermések, de lett. De ez az idei évtől én személy szerint tartok. Számos védekezési mód létezik, hogy megvédjük gyümölcsöseinket, azonban a legnagyobb probléma, hogy ezek sok esetben drágák. Urbán Károly 2 hektáron foglalkozik gyümölcstermesztéssel. Elmondta, idén a szárazság miatt aggódik a legjobban. Én attól félek, hogy az idén szárazság lesz. És ami nem jól lesz, mert aki nem tud kellőképpen locsolni, ott problémák lesznek. Hát én hála Istennek bírok locsolni, megpróbálom megvédeni. Ezek szerint így, ha mirom, ha nem. A hőmérséklet ingadozások egyik növénynek sem felelnek meg. Februárban volt egy melegebb periódus, ami azt eredményezte, hogy a gyümölcsfáink elkezdték vegetációjukat. Márciusban viszont visszatért a fagy, ami a termelőknek komoly fejfájásra adott okot. A fagy, ami ugye hosszantartó volt márciusban, ez majd csak akkor fogjuk tudni megállapítani, hogy mekkora károkat okozott, hogyha majd a virágzás elmúlik, mert a kajszibaracknál én szerintem nagyon nagyok lesznek a károk. Már évek óta nagyok, de az idén szerintem nagyon kevés lesz szintén a kajszibarack. De vannak olyan almafajták is, amelyeknél később mutatkozik meg a fagykár. Nekünk fogyasztóknak is problémát okozhat a terméskiesés, mivel ha valami kis mennyiségben van jelen a kereskedelemben, akkor bizonyosan magas áron lesz kapható a piacon.
Változatos időjárást hozott az április, a már pár napja tartó lehűlés csapadékot is hozott, az eső mellett több helyen havas eső is esett. A jövő hét elején még hűvös idő várható, majd a hét közepétől emelkedik a nappali hőmérséklet, és ismét 15 fok körüli értékeket mérhetünk. A hosszantartó szárazság után hideg front is csapadékos idő érkezett térségünkbe, gyenge hószálingozás kíséretében. A szakemberek szerint az elmúlt évek áprilisaihoz képest átlag alatti hőmérsékletet mérhetünk, ami azt jelenti, hogy a hőmérséklet nem haladja meg a 10 fokot. Az elkövetkező napokban éjszakánként akár fagypont alatti értékeket is mutathat a hőmérő higanyszála. Kovács Géza klímakutató elmondta, a hideg csapadékos idő egészen a jövő hét közepéig kitart. A jövő héttől kezdve fokozatosan stabilizálódik az idő, egy anticiklon épül fel térségünk felett, tehát több lesz a napsütés, viszont veszélyes nagyon a hétfő reggel, ugyanis akár gyenge fagy is lehet mínusz 1-2 fokos hőmérsékletekkel. Viszont a kedreggel sem mutatkozik nagyon enyhének, akkor is fagypont körül lesz a hőmérséklet, azzal, hogy akkor már délnyugatira fordul a légáramlás, és egyre melegebb légtömegek jönnek. A klímakutató hozzátette, hétfőn 9-10 fok körül alakul a nappali csúcshőmérséklet, majd kettől ugrásszerűen növekedni kezd, és a hét közepére akár 20-21 Celsius fokot is mérhetünk. A meleg idő kitart egészen a hét végéig, akkor már csapadék csak elvétve fordul elő. 10 cm-es hó borítja a szerbiai Zlatibor, Tara és Zlatár hegységeit. Vasárnap hajnalban elerett az eső, majd a délelőtt folyamán hóra váltott a csapadék, és több mint 10 cm-es hótakaró alakult ki. Az áprilisi hó nem ritkaság a délnyugat-szerbiai hegyvidékeken. Az útkarbantartók elmondták, bár befejeződött a téli turisztikai szezon, nem alakult ki fennakadás a közlekedésben, a havat eltakarító gépek üzemben vannak és takarítják az utakat. Tavaszváró műhelymunkát és játszóházat tartottak a Tisza-Kálmán falvi Petőfi Sándor Művelődési Egyesületben. A közelgő húsvétra hangolódtak a gyerekek és szülők. Különböző kreatív húsvéti díszeket készítettek az érdeklődők. Ezúttal nem a hagyományos tojásfestést választották, hanem a kézügyességre támaszkodtak a kézművesek. Pető Martin 5. diák is szívesen ügyeskedett, már nagyon várja a húsvétot. Azért fontos, hogy a családdal megint együtt legyünk, együtt ünnepeljük persze, tojást vessünk, menjünk locsókodni is. Hát a műhely munkán általában ilyen húsvéti díszeket szoktunk csinálni, most itt csináltam 2-3 díszt, nagyon szépeket. A Petőfi Sándor Művelődési Egyesület keretében működő kukkantó játszóház minden hónap első szombatján várja az óvodásokat és iskolásokat. Alkalmi műhelymunkákat tartanak a gyerekeknek. 2 év kihagyás után, ez a világjárvány véget, folytatjuk a kukkantó játszóházat, mivel hogy húsvét közeledik, gyerekekkel ilyen húsvéti díszeket csináltunk, ilyen fakanál nyuszit, ilyen ablakra való dekorációt, de nem csak kreatívan dolgozunk, hanem gyerekek itt játszanak és barátkoznak is. A foglalkozáson a szülők is szívesen mutatták meg kreativitásukat. Hamarosan egy új, átdolgozott, bővített kiadásban jelenik meg az Örökségünk című kanizsai képeskönyv. A kötet a magyar kanizsai épített örökséget dolgozza fel, mindezt képekkel és az adott épület rövid történetével kiegészítve. A könyvben helyet kaptak épületek, szobrok és keresztek, valamint a helyi temetők is. A kötet megjelenését a Magyar Kanizsai Önkormányzat, az MNT és a magyar kormány támogatta. Az Örökségünk című kanizsai képeskönyv először az 1990-es évek közepén jelent meg. Most a József Attila könyvtár gondozásában jelenik meg egy hónapon belül az új, átdolgozott, bővített kiadás. Tudni kell azt, hogy a könyv legnagyobb támogatója a Magyar Kanizsai Önkormányzat volt, tehát ők voltak azok, akik a kezdetén odaálltak az ügy mellé, és anyagilag ugye, tehát pénzeszközökkel támogatni tudták. Mindemellett a könyvtár igyekezett úgy az anyaországban, mint nálunk Szerbiában is támogatási pályázati pénzeket lehívni, ez is sikerrel járt.
A kötet szerzője Klamár Zoltán, aki sokat dolgozott a kiadáson, könyvekben, levéltárakban, régi újságokban kutatott, hogy megismerje az adott épület eredetét, múltját. Az új kiadás gerincét az előző kiadványok adják, de több újdonság is került bele. Jó egy harmaddal bővült a szöveg, és hát a képanyag is változik, teljesen más lesz tulajdonképpen a képanyag, hiszen az első kiadás, illetve a második kiadás, amit emlegettünk, abban még az én fotóim szerepelnek. Ebben a kiadásban viszont korabeli képeslapok idézik meg a várost, a város jeles épületeit. Tehát ez egy lényeges különbség a két kiadvány között. A kötet várhatóan májusban jelenik majd meg, addig is előrendelhető a helyi könyvtárban kedvezményes áron. A Szegedi Solis Consort együttes adott hangulatos koncertet szombat este a Magyar Kanizsai Regionális Kreatív Műhely próbatermében. A régi zenei koncert elnevezésű előadásban ismert angol és olasz zeneszerzők művei csendültek fel. Sokan voltak kíváncsiak Magyar Kanizsán a barokk zene jegyében szervezett koncertre. Ritkán van alkalom ilyen jellegű koncertet hallgatni a településen, mondják a helyiek. Azért szerettem volna eljönni a koncertre, mivel hogy zenei iskolába jártam, valamint zenei szakközépiskolába, és nagyon szeretem a barokk zenét, ezért szerettem volna élni ezzel a lehetőséggel, hogy Magyar Kanizsán egy ilyen színvonalas koncert megtartása került, és ezért jöttem el. Az együttes tagjai 2019 óta muzsikálnak együtt, a régi zene szeretete hozta össze őket. Ma este kifejezetten olasz és angol barokk zeneszerzőktől játszottunk, Monteverditől egészen Durante, azt hiszem ő volt ma este a legkésőbbi zeneszerző. A regionális kreatív műhely szervezésében az elmúlt hónapokban is több színvonalas koncertre került sor. Ritkán adatik meg ilyen lehetőségünk, hogy ilyen korabarok régi zenét, zenei együttesre rátaláljunk, és egy vajdasági zenész hívta fel rá a figyelmünket, és rákerestünk erre a Szegedi Solis Consort zenekarra, és felvettük velük a kapcsolatot, úgyhogy ők első ízben vannak itt Szerbiában, mégpedig Magyar Kanizsán. A tervek szerint a regionális kreatív műhely szervezésében májusban Phil Minton, kortárs énekes érkezik majd Magyar Kanizsára. Szabadkán tartották meg a Shotokan Karate Európa bajnokságot és az Európa kupát a sportcsarnokban. Az esemény pénteken kezdődött. A versenyre számos országból érkeztek versenyzők. Bulgáriából, Romániából, Azerbajdzsánból és Magyarországról is. A szabadkai Spartacus MP Karate Klub is képviseltette magát. Milorad Mijitja, a szerb korosztályos válogatott szövetségi kapitánya elégedett a szervezéssel, ugyanis sokan vettek részt a Szabadkán tartott bajnokságon. Kao domaćini smo stvarno sjajni, tako smo se i pokazali i ponovo se održava ovdje Evropsko, gdje nastupa 20 država i otprilike 1000 potakmičara u 3 dana. Tako je, od petak smo počeli, evo danas je posljednji dan, danas završavamo. Ono što bih istakao to je da sam izuzetno zadovoljan sa reprezentacijom Srbije, da smo se pripremali sjajno za ovaj turnir. A híradó végéhez értünk, nézzük melyek voltak kiemelt híreink. Szerbia választ, köztársasági parlamenti és elnök választást tartanak az országban. Egyes helyeken önkormányzati szavazás is van. Magyarországon is szavaznak, kiderül az országgyűlés következő 4 éves összetétele. Továbbra is javulóban vannak a járványügyi adatok Szerbiában, ezzel alá csökkent a napi esetszám. A jövő hét közepéig tart a változékony időjárás térségünkben, utána jön a felmelegedés. Köszönjük figyelmüket, ne feledjék, a szerbiai választásokon 20 óráig, még a magyarországi szavazáson 19 óráig leadhatják voksaikat. Fontos a részvétel. Minden jót, viszontlátásra!